Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's playing. Volt barátomról megemlékeztetek itt néhány gondolattal. Sajnos, hogy ezen az eseményen kell itt részt vennünk. Mind a Bence és mind a Kristóf pályafutása azt gondolom, hogy nagyon sokatok számára ismerős. Volt Diós Győriként és labdarúgóként tudom, hogy volt klubom a Diós Győr mit veszített Bencével. Mind a labdarúgó társadalom és mind a kapus társadalomunk, valamint szintúgy Kristóffal, akivel igazából egy másik állomáson, az MTK-ban ismerkedtünk meg. Nyilván korosztálybeli különbség volt közöttünk, de a felnőtt csapatnál ismertem meg a Kristófot, aki kitűnt rendkívüli ballábával. Mondhatom azt, hogy korosztályában talán a legeslegjobb ballábas játékos volt abban az időben. Az élet úgy hozta természetesen, hogy a pályafutásunk más irányt vett, máshol sportoltunk a továbbiakban, de aztán szerencsére az élet újra összehozott minket Nyíregyházán, amikor is szülői családi fészekből kiszabadulva Kristóffal közös albérletben laktunk lenni Nyíregyházán, és hát az a fél év, amit mi ott együtt töltöttünk, ennél a klubnál, azt gondolom, hogy mind a kettőnk részéről egy olyan pluszt adott a további pályafutásunkhoz, ami azt gondolom, hogy minden játékosnak egy álom, és tud belőle meríteni. Kristófról annyit kell tudni, hogy nagyon-nagyon családcentrikus ember volt. Ezzel is talán ezen az úton indultunk el azt, hogy mi igazából milyen barátok lehetünk. Példamutató volt az ő részéről az, ahogy tartotta a szüleivel a kapcsolatot. Számomra is a család az egyik legfontosabb dolog, és ebből kifolyólag szerintem is volt kétség, hogy mi igazán jó barátok lehetünk. Volt egy pillanat a lenti pályafutásunk alatt, amikor bemutatta édesapját, és akkor számomra igazából kiderült, hogy miért is ennyire családcentrikus. Nagyon-nagyon-nagyon szerette a szüleit. Ezt nagyon-nagyon jól tudom, és nagyon köszönöm neki, hogy rajta keresztül megismerhettem mind az édesanyját, mind az édesapját, akik gyakorlatilag, mondhatom azt őszintén, hogy nagyon-nagyon különleges emberek. Nehéz igazából beszélni olyan emlékekről, amik már elmúltak, viszont mégis megosztanék egy olyan emléket, ami a fiatal játékosoknak talán egy példa is lehet, hogy tudjátok azt, hogy mondjuk egy hétvégi mérkőzés előtt pénteki nap hogy készül az ember az öltözőbe. Ez velünk is megtörtént, ugyanígy Nyíregyházán ültünk, egymás mellett öltöztünk, és Kristóf fölvett egy labdát, és újra elkezdett rekázni. És beszélgettünk természetesen, ilyenkor azért nagy a zsiva az öltözőbe, mindenki megosztja a gondolatait a mellette lévővel, vagy a legközelebbi csapattársával, és eltett már egy jó pár perc, a labda még mindig nem esett le. Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy elmaradt ez a zsivaj az öltözőbe, és csönd lett. Bejött az edző, még mindig csönd. És Kristóf nem vett észre, már a labdát nézte. És ugyanúgy, ahogy elkezdte egy jó 10 perc előtte, ugyanúgy ülve folyamatosan dekázott. Majd amikor észrevette, már felnézett, hogy mégis mi ez a nagy csönd, akkor meg fölvette a kezébe a labdát, és akkor fölállt mindenki az öltözőbe, és megtapsolta. Én ezt kívánom nektek is, hogy ilyen jó labdarúgók legyetek, ilyen technikás labdarúgók, mint amilyen a Kristóf volt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Szerbusztok! Én a Nagy Diós Gyüli család nevében nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat és a közös tornára. Én egy néhány gondolatot arról szeretnék mesélni nektek, hogy mik voltak Bencének azok a tulajdonságai, azok az értékei, ami miatt mindannyiunk számára igazi példaképé válhatott. Úgy képzeljétek el ezt az alig több mint 20 évet élt fiatalembert, mint aki négy értékrend mentén élte az életét. Ez a négy értékrend a család, a tanulás, a sport és a hite volt. Verép Gyuri bácsi, a mi kapus legendánk, mesélte egyszer Bencéről, aki nagyon szeretett horgászni, hogy Bence olyan jó gyerek, hogy amikor kifog egy halat, akkor legszívesebben visszadobná, és vissza is dobta sokszor a tóba, mert egyszerűen megsajnálta. Ő Pécsen mutatkozott be az NB1-ben, azon a meccsen a kezdő kapusunk Tajt Norbert megsérült, az ő helyére állt be Bence. Ők szobatársak voltak a meccs előtti éjszakán, amikor leutazott a csapat. Tajti Norbi azt mesélte Bencéről, hogy még a meccs előtti estén is a Bibliát olvasgatta. Ő nagyon büszke volt arra, amikor a pécsi bemutatkozását követően a szirmai gyülekezetnek a tiszteletese név szerint említette őt az Isten tiszteleten, mint a gyülekezetnek a második NB1-es tagját. Halálának az első évfordulóján mi Miskolcon rendeztünk egy Rakacki Bence emléknapot. Ezen 20 csapat vett részt, többségében szurkolói csapatok, tehát szinte az egész várost megmozdult az ügy érdekében. Arra az alkalomra meghívtuk az UTE baráti körnek a csapatát is, akik nagy örömükre eljöttek, részt vettek a tornán, és ezen a tornán a csapatok által befizetett nevezési díjból mi öntettünk egy bronz emléktáblát, ami tavaly szeptembertől a Diós Gyuri stadionnak a falát díszíti. Tehát én arra kérlek benneteket, hogyha Diós Győrben jártok, akkor a klubház falán ne felejtsétek el megnézni is Bence emléktábláját. Mi akkor elhatároztuk, hogy mi nem feledkezünk meg róla, rendszeressé tesszük ezeket az emléknapokat, és nagy örömünkre szolgált az, amikor Borse Gábor, az UTE baráti kör elnöke kiötlötte azt a gondolatot, hogy egyesítsük a két célt, és innentől közösen terjesztjük országos méretűvé a tornát. Tulajdonképpen ennyit szeretném volna mondani, és még egyszer köszönjük mindannyiótoknak a részvételt. Thank you.
nemzeti jutott, nemzeti válogatottunk az Európa bajnokságra. Hát Kovács Zoltán annak idején válogatott játékos, egy csodálatos gólragasztót kapott és kapinába. Nyilván sokan vannak még, akik emlékeznek a jelzésekre. Mindegy, az és egy kis kevénységgel sem ezek a szomszédba a sportemberek. Nem tudom, hogy nézzek ilyet szerintem, nem rongálom a szintén. Arra mindig csak állsz, és mondanak a labdában, hogy óri távol ilyet, és mégis közel. Én Thank you.
ezzel a Sárkányán Meisz Tamás, aki all-round sportember, hiszen teremben hatpályán és strandos magas színvonalon üzi ezt a sportágat, a Magyarország strandfoci egyik vezető képviselőjéről van szó jelenlőben. De korábban NB1-es szinten is játszott, például a Tőkéten. Kérem tisztelettel számos sárkányt figyelve, figyelem, 72 esztendős. Az ember nem bírja arra gondolni, hogy nem arra gondolni, hogy genetikai csoda gyakorlatilag. Hajrá! Együtt tisztelő, ilyen frissen, fitten, fiatalosan. Sajnos jól beszélek, amíg a nem csak fiatalos, de fiatalok összehoznak még egy gólt. Na, sárga mezesek a gólban. Ennyire aktív, és ilyen pokoló formában van, az a lényeg szeretem ezt. Na! Most már legalább volt kísérlet a nemzetetlenségnyes. Egyébként a pályára nem lépőből is ki lehetne állítani egy félelmetes erény csapatot, hiszen Kardos József, Urácsi Ákás, Tosukó Erdő, Dunai Antal, például körülben legalább egykori kiválóság. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Patak, mint az odébb rúgott kő. Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér. Otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított, haldokló virág, mint az 5 millió magyar, aki
többé nem ered. Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, ha mind nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Egy vérből valók vagyunk.